Isten éltesse Vitéz nagybányai Horthy Miklós főméltóságú méltóságos kormányzó úrunkat halálának 60. évfordulója alkalmából. Ha kifizetem a prímást, akkor azt mondom neki, hogy most ezt a zenét kérem. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Végan élem katona életem, nincsen gondom másra. Masírozok káplár úr szavára, úgy gondolok az én a***mra. Horthy Miklós katonája vagyok, legszebb katonája. Megkaptam a behívó levelem, édesanyám lelkem. Ne sírasson olyan keserveset, amér el kell mennem. Százados úr, gondot visel reám, Horthy Miklós lesz az édesapám. Hát az per, hogy ne, nyilván csak is az édesapád, nem kicsit így. Jó, ne haragudj, bocs. január 29 Donald Trump elnökségének 10. napján jóváhagyott egy titkos operációt egy jemeni Al-Qaida bázis ellen. Az akció célja információszerzés volt, és titokban konfrontáció nélkül kellett volna végbe mennie. Ennek ellenére a haditengerészet különleges egysége a helyszínre érve erős gépfegyvertűzzel találta szembe magát, majd a környező házakról is tüzelni kezdtek rájuk, így légitámogatást kértek. A segítségükre siető helikopter golyózáporral fedezte őket, viszont a harc közben nem sikerült landolnia. Sérüléseket szenvedett, így az elmenekülő szélcsapat tagjainak meg kellett semmisíteniük a $75 millió kerülő gépet. Az akcióban William Ryan Owens életét vesztette, ezen kívül a Pentagon szerint a támadásnak 14, helyi orvosok szerint, amiről később az amerikai vezérkar is elismerte, hogy valószínűleg így van, 30 jemeni áldozata volt, köztük 10 nő és gyermek. It is a successful operation by all standards. Szóval, e siker áldozatainak egyike a 8 éves Nawar al-Awlaki volt, akinek apja Anwar al-Awlaki 2011-ben vesztette életét egy amerikai dróntámadásban. Ez a tragikus egybeesés is mutatja, hogy nem arról van szó, hogy az Obama kormány alatt az USA nem mészárolt volna civileket szerte a világban, de legalább nem kivagyiskodás, emberkedés és amatőr hibák miatt vesztek el emberéletek. This was a very, very well thought out and executed effort. Hát pont, hogy nem, ugyanis pentagonbeli források szerint egyértelműen az operáció előkészítésével volt a probléma. Hibásak voltak az információk. A SEAL csapat egy megerősített Al-Qaida bázison találta magát, amely taposóaknák, mesterlövészek és egy jóval nagyobb Al-Qaida kontingens védett, mint amire számítottak. Az akció terve már Obama asztalán is ott volt, és részben pont amiatt nem hagyta jóvá, mert nem ítélte eléggé biztosítottnak a sikeres kivitelezést. Donald Trump viszont igen. We are led by very, very stupid people. Very, very stupid people. We will have so much winning if I get elected that you may get bored with winning. Believe me. Ismeritek mindannyian a filmekből a Situation Room-ot, a helyzetirányító szobát, meg hogy szokott végbe menni egy ilyen akció jóváhagyása. Két komancson és egy Black Hawk-on repülnek be. 20 ember biztosítja a barak környékét. 6 ember behatol és kihozza a foglyokat. És az ellenállás? Az őrszemeket és a járőröket ártalmatlaná teszik. Vannak mesterlövészeik és ott a CIA nedves osztaga. Az időhatárok? Az elnök parancsa után 45 perccel érnek oda. Utána a rádiócsend van. 2 óra kell. Mehet. Mehet. A helyzetirányító szobában ott van minden olyan szereplő, aki tanácsot adhat vagy információval szolgált az elnöknek, a titkosszolgálatok vezetőitől kezdve a vezérkarig, és minden infrastruktúra rendelkezésre áll a hasonló döntések meghozatalára. Nem véletlenül van erre külön szoba a Fehérházban. Donald Trump viszont úgy ítélte meg, hogy neki nincs szüksége a helyzetirányító szobára, hisz tudjuk, I'm tougher than all of them, believe me. But I'm good at war. I've had a lot of wars of my own. I'm really good at war. I love war in a certain way, but only when we win. I know more about ISIS than
The generals do, believe me. Szóval, ahogy azt Sean Spicer a Fehérház szóvivője is megerősítette, Donald Trump nem a helyzet irányító szavában adta ki az akciót jóváhagyó parancsot, hanem vacsora közben. Vacsora közben. Trump steaks are the best you can give. One bite and you'll know exactly what I'm talking about. And believe me, I understand steaks. It's my favorite food. And these are the best. Majd 100 évvel korábban, 1918. júniusában, az első világháború vége felé, az osztrák-magyar monarchia hadiflottája átfogó támadást indított az Adriai tengert lezáró brit hajóblokád ellen. Az alig pár hónapja soron kívül előléptetett flottaparancsnok terve az volt, hogy kisebb méretű mozgékony rombolókkal és torpedonaszádokkal elcsalja az ellenséges hajókat, és ezután támadja meg nagy tűzerő csatahajókkal a blokádot. A terv gyengesége az volt, hogy az előkészítetlenség miatt nem állt rendelkezésre elég romboló és torpedonaszád a kisebb manőverekre alkalmatlan csatahajók védelmére. A flotta egyik büszkesége az egyetlen modern magyar hadihajó a Szent István volt, amely 1915-ös szolgálatba lépése óta akkor indult első és utolsó küldetésére. A Szent Istvánt és társát, a Tégethoffot ugyanis június 10-én hajnalban, miközben a tengerzár elleni támadásra siettek, észrevette az olasz flotta egyik kapitánya, és mivel a hadihajóknak nem volt kellő védelme, torpedó naszádjával észrevétlenül a csatahajók közelébe tudott kerülni, és két torpedóval elsüllyesztette a Szent Istvánt. Az 1100 fős legénység nagy részét kimentette a Tégethoff, de 89-en meghaltak a támadásban. Az újdonsült flottaparancsnok Horthy Miklós ellentengernagy értesülve a Szent István elsüllyesztéséről lefújta az egész hadműveletet. A 49 éves Horthyt az otrantói kudarc előtt 3 hónappal 1918 márciusában léptették elő sorhajókapitányból idő előtt 23 erre rangideje alapján jogosultabb sorhajókapitányt megelőzve ellentenger nagyjá, és egyben tették meg 15 tengernagyot megelőzve a monarchia teljes flottájának első magyar parancsnokává. Ennek a rendkívüli kinevezésnek és előléptetésnek több oka is volt. Egyrészt valóban ért el korábban sikereket, köztük egy évvel korábban pont ugyanitt egy az otrantói tengerzár ellen intézett támadásban, a harmadik otrantói csatában. Áttörni az árat persze akkor sem sikerült, de emiatt ragadt rá az otrantói hős eposzi jelző. Régi hibája ez a fajtánknak. Felejtünk, ahol emlékezni kellene, és emlékezünk, ahol felejteni kellene. Ne tegyük! Másrészt az addig inkább védekező taktikát folytató flotta parancsnokkal szemben ő a támadó irányvonalat támogatta, ami a háborúban már igencsak vesztésre álló monarchiában vonzó volt a vezetésnek. Harmadrészt az egyre inkább lázadozó flottában minden kihágás szigorú megtorlását propagálta, negyedrészt Ferenc József korábbi szárnysegédjeként jó udvari kapcsolatokkal rendelkezett. Összefoglalva, látszat sikerek, fafejű agresszivitás egy vesztes helyzetben, kérlelhetetlen rendpártiság és jó kapcsolatok. Tehát nem hozzáértés, nem átgondolt vízió vagy reális terv a jövőről. Mondjuk, hogy kikerült a kivéhet monarchia flottájának az élére, számomra édes mindegy. A probléma viszont az, hogy a világháború elvesztése és a monarchia összeomlása után szinte ugyanazon okokból tudott meglepő gyorsasággal az ország élére kerülni, mint amelyeknek egy évvel ezelőtt soron kívüli előléptetését köszönhette. És ahogy a meggondolatlansága miatt elsüllyedt Szent István hajója úgy került egyre mélyebbre és mélyebbre kormányzóság alatt Szent István országa is. Jó, persze, jó, mindegy. Jó, de nem lehetett kihagyni, hát most mit? Jó, oké, kezdjük el. Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig itt a Slejm, a torkaragadt politika. Szemből nem néz senki, mindig csak felülről. Bankszámládon kuparogsz és ott is egyedül. Az senkire sem kérdés, hogy 10 millió ember együtt, hogy van egyedül. Szóval hagyjuk is Szent Istvánt, kormányzóval válva a hurcibált a jobbját eleget Horthy Miklós, hiszen nem csak magyar sajátosság, hogy gondosan megkreált és irreálisan fölfújt imidzsük miatt sokaknak vonzó, de a vezetése valójában teljesen alkalmatlan, agresszív, rendpárti, hasznos hülyék kerülhetnek a hatalomba. Bing, bing, bang, bang, bing, bing, bing. Donald Trump és Horthy Miklós között az csak az egyik párhuzam.
hogy fölkészületlenségük miatt a vezetői választások utáni első éles teszten megbuktak. És ez nem kevés ember életbe került. Mert hogy is került hatalomra Donald Trump? Jó, tudom, hogy már nagyon türelmetlenek vagytok, hogy megtudjátok, hogyan vált ő felsége ifjú tengerész tisztjéből Magyarország kormányzó és legfőbb hadura, és ígérem, hogy arra felé megyünk. De előtte még következzék méltatlanul elfeledett rovatunk, komplex társadalmi jelenségek 60 másodpercbe, avagy hogyan került hatalomra Donald Trump? Először is adott volt egy helyzet, ahol az addig hatalmi pozícióban lévő réteg, a középkorú fehér férfiak, elkezdte úgy érezni, hogy elveszti a hatalmát, és nálánál érdemtelenebbnek ítélt, addig elnyomott csoportok kerülnek fölébe. Ráadásul a nemzetellenesnek és hazárólnak kikiáltott baloldali vezetés van a hatalmon, amelynek gyönge külpolitikája miatt külső veszélyek is egyre inkább fenyegetik az országot, tehát kívülről és belülről is folyik a bomlasztás. Széleskörű a kiábrándultság a politikai elitből, de nem csak a baloldalból, hanem az establishment jobboldalból is, ami fülsiketítően kongatja a vészharangokat, de véletesen megosztott és nem tud válaszokat adni. Nő az elégedetlenség az egész politikai osztállyal szemben, a radikális, rendszerellenes jobboldal emiatt látványos erősödések indul. Ekkor jön egy csávó, aki nem tagja az addigi politikai elitnek, tehát szimpatikus az elégedetlen tömegeknek, viszont szoros szálak fűzik az establishmenthez, és annak egyik legfőbb haszonélvezője, tehát van pénze, és vannak kapcsolatai, és támogatható az elitnek is. Jól kialakított, sokak számára vonzó imidzse van, ami korábbi jól eladható, de valójában látszat sikereken alapszik, és rendpárti erőt sugárzó, mindenféle idegent meg bélyegző és kirekesztő, valamint radikális rendszerkritikus üzenetekkel, viszont a rendszer haszon élvezőinek kedvező politikákkal. Jó érzékkel hintázva a radikális és az establishment jobb között, romokban heverő táborának élére tud kerülni, és ugyanezzel a lendülettel a hitelét vesztett baloldalt is lenyomja, mert intenzív propagandával képes elítetni, hogy egyedül ő állíthatja vissza ország a régi nagyságát. Megvolt? Megvolt, persze. Mi? Adjál már, na, politikailag megvolt az a lényeg, menjünk tovább. Oké, de hogy jön mindez Hortyhoz? Ott hagytuk el, hogy 1918. júniusában nem sikerült áttörnie Otrantónál a brit tengerzárat. Ez volt az első világháború utolsó számottevő tengeri csatája az Adrián. A tengerhatalmak elbukták a háborút, a monarchia roham tempóban kezdett nemzetiségekre bomlani, Horthy ellen tengernagynak tehát annyi feladata maradt, hogy 18. október 31-én átadja a császári és királyi flottát az Adrián a hatalmat átvevő horvátoknak. Képzelhetjük, hogy mennyire szívhatta a fogát, de kénytelen volt megtenni, a hajókat már valójában hónapok óta a legénység horvát tagjai irányították. De azért az utolsó pillanatig őrizte Magyarország becsületét, addig nem engedte lehúzni a parancsnoki hajóról a piros-fehér-zöld lobogót, ami el nem hagyta a födélzetet. A széteső monarchia területén egyre másra szervezték meg az addig elnyomott népek a saját nemzeti tanácsaikat, amelyek sorra kiáltották ki az általuk lakott területek autonómiáját. Ez elsősorban Magyarországot érintette nagyon-nagyon fájdalmasan. A Kárpát-medencében megszűnt a magyar dominancia. Ráadásul olyan addig semmibe vett, vagy, ahogy a Hortista legendárium mondja, nem is létező népek kerekedtek fölül, mint a románok, szlovákok, szerbek, horvátok, stb., akiknek saját országra való alkalmatlanságukat Horthy Miklós szerencsére tisztán látta, mint az a későbbi Hitlernek írt leveleiből kiderült. Azt lovagiasan ismerte, hogy a horvátok kitűnő matrózok, a szerbek pedig háború idején jól verekednek, és ők a kisantant legjobb katonái. A szlovénok rendben vannak, de az egy hidegebb nép, javár nem, azt nem ő mondta. Az egy hidegebb nép persze, már csak földrajzi okokból is, mint mi magyarok vagyunk, elég megnézni egy magyar csárdást, meg egy szlovén néptáncot, tehát lehet látni a különbséget. Elég nehezen, ezt azért mondom, nem régen láttam egymás után mind a kettőt egy kulturális eseményen lendván. Szóval a lényeg, hogy ezek a balkáni népek nagyjából rendben vannak, de ettől függetlenül Jugoszlávia az egykori dicső osztrák-magyar monarchiával ellentétben pusztán földrajzi fogalom, néprajzi, kulturális és vallási szempontból lelkileg, történelmileg nem létezik. Csehszlovákia pedig Európa rákos daganata, a románokról nem is beszéljük. Jó, én ezt fel sem olvasom, olvasd el, te magadnak addig iszom egy kávét. No, tetszett? Helyes.
Szóval mindeközben a maradék Magyarországon az őszi rózsás forradalommal előbb baloldali, majd a tanácsköztársasággal szélső baloldali kormány került hatalomra, amely nemcsak hogy a kommunista elvekre hivatkozva fölforgatta a társadalmat, hisz azt tudjuk, hogy a baloldal más nem is tud. Ahol baloldali kormányok vagy baloldali erőtér jön létre, mindig ez a vége. Tehát először felbomlasztják a régi világot, tudatosan lebontják a régi országot, világgá zavarják azokat az embereket, azokat a társadalmi csoportokat, akik képesek egy ország vagy egy társadalom vezetésére, majd a legnagyobb brutalitással gyakorlatilag apró darabjaira verik szét a társadalmat is. De a tanácsköztársaság ráadásul az igazságtalan békediktátumot az országra erőltetni akaró nyugati hatalmakkal szemben sem tudott föllépni. Sőt, míg a keletről betörő románoktól sem tudta megvédeni az országot, akik így aztán 1919. augusztusára Budapestet is befoglalták. A két éves forradalmi fölfordulásban a baloldal teljesen elvesztette a hitelét, de a jobb oldal sem volt sokkal jobb helyzetben. A legnagyobb törésvonal a királyságot visszaállítani kívánó, a régi rend legfőbb haszonélvezőiből, arisztokratákból, főpapokból, nagybirtokosokból álló úgynevezett legitimisták és a jobboldali katonai diktatúrára törekvő szélső jobboldali fajvédők között húzódott, akiknek legjelentősebb ernyőszervezete volt a Gömbös Gyula, tehát a Gömbös Gyula által alapított MOMA. Ja nem, MOVE, az MOVE. Magyar Országos Védőegylet. Szóval rendes volt a káosz a jó öreg nacionalisták táborában. Ó, Magyarország, miért nem süt már rád a nap? Ó, Magyarország, miért vagy boldogtalan? De hol volt ekkor Horthy Miklós, aki kijelöltetett, hogy fölébressze a magyart? Hol késett a vitéz? Hát, szegény, a monarchia fölbomlásával elvesztette a munkáját, és azóta, mint annyi a háború által tönkretett polgártársa, szerényen tengette munkanélküli életét tisztes szülőházában, a kenderesi kastélyban, és csöndesen kesergett nemzete bal sorsán. Ébredj fel! És amikor eljött az idő, föl is ébredt a haza, és Bethlen István gróf hívására. Amint ő fogalmazott, nem hallgathatom a fűnövését Kenderesen, midőn Szegeden a magyar géniusz bontja ki szárnyait egy második honfoglaláshoz. Ez a magyar géniusz pedig az 1919 márciusában létrejött szegedi ellenkormány volt, amelynek kemény magját a gömbösféle MOVE adta. Tehát szükség van egy új jobboldali, szélsőjobboldali arculatra valóban. Kezdetben a politikai szerepeket mérsékeltebb, keresztény-konzervatív politikusok töltötték be. A jobboldal tehát kezdett lassan összeállni, és már csak egy arcra volt szükségük, aki a kommunisták és a románok ellen harcba vezetheti a magyarságot. Ki lett volna erre alkalmasabb, mint az otrantói hős, a gazdagon kidekorált altengernagy, a jó kiállású, becsületes magyar katonatiszt. Horthy Miklósra felül a fekete lovára. Fehér volt aki, nem? Á, a lova fehér, nem? Jó, mindjárt tovább. Elvártak a küldők vonalába, a két szeme járt az addig körülnébe, lovalába hagott fel az ellenség vérébe. A magyar géniusz szárny kibontásában, tehát a szegedi ellenkormányban Horthy előbb hadúminiszter lett, majd főparancsnok és legfőbb hadúr az újonnan megalakított szélsőjobbos ideológiájú, nyíltan katonai diktatúrát célul kitűző nemzeti hadseregben, amely intenzív verbúválásba kezdett és lassan kezdte háttérbe szorítani a mérsékelt konzervatív ellenkormányt. Örömmel látjuk, hogy nagyon sokan szeretnének részt venni a haza védelmében. A tanácsköztársaság közben összeomlott. Nem a nemzeti hadsereg, hanem a románok támadása folytán, és így Horthy serege maradt az egyetlen, valamennyire stabil erő az országban. Nyugaton is elfogadják, hogy ő az, aki fent tudja tartani Magyarországon a rendet, akiben meg lehet bízni, feltétlenül úriember. Ehhez rendkívül jó fellépése társul, nagyszerűen lovagolt, vívott, teniszezett, festett, zongorázott, és minden európai nyelven beszélt. Na hát, kell ennél jobb?
Szóval, pár szett között sikerült ledumálni, hogyha Horthy megígéri, hogy nem csinál katonai diktatúrát, amire Gömbös hatására akkoriban leginkább ácsingózott, akkor ráveszik a románokat, hogy menjenek ki Budapestről, és a nemzeti hadsereg bevonulhat. És íme, így is történt. Megismétlen, Fehér Lovon. Be vagy Horthy Miklós, magyarok vezére, édes csak... A bevonulás után folytatódott a csiki-csuki a jobb oldalon. Keresztény-konzervatív vagy turulhívő populista fajvédő. Király vagy nem király. Demokrácia, szerűség vagy katonai diktatúra. Horthy egyre inkább Bethlen István tanácsaira hallgatva ügyesen manőverezett az eltérő érdekek között. Kezdett eltávolodni a szélsőségesektől, de azért az ő szabad csapataikkal biztosította, hogy az 1920-as választásokon keresztény-konzervatív többség legyen. A királyság visszaállításával természetesen beleegyezett. A király visszatérését viszont a háborút lezáró békeszerződés aláírásáig kizártnak tartotta. Így a király távollétében kormányzót kellett választani. És később, amikor IV. Károly vissza akart jönni, fegyverrel kergette ki. És ugyan a parlamentáris rendszert nem lehetett ilyen egyszerűen kizavarni az országból, de a kormányzónak éppen ezért a végül az országgyűlés elé került törvényjavaslat szerint igen széles jogköre lett. Amikor mi eldöntjük, hogy milyen lépéseket hozunk az ország érdekében, akár úgy, hogy törvényt nyújtunk be a ház elé, akár úgy, hogy a kormány dönt, bennünket egyetlen szempont vezet, az ország érdeke. Ja, nyilván. És így ez a kormányzó ne lehessen senki más, mint Horthy Miklós, azt a folyamatos propagandatevékenység és kultuszépítés biztosította, amit kezdetben a Nemzeti Hadsereg Kozma Miklós által irányított nemzetvédelmi osztálya folytatott. Egy éven keresztül a Fehér Lónak a seggéből is az folyt, hogy Horthy Miklós a nemzetmentő, a háborús hős, a legbátrabb tengerész, rendkívüli ember, igazi magyar úr, becsületes előjáró, kőszikla és a magyarság reményeinek horgonya a politika tisztátalan hullámai között, akinek hazugság sohasem hagyta el a száját. Soha nem hazudtam a választópolgároknak. Akinek alakja közel áll a nép szívéhez, aki tudja, hogy nem beszélni kell, hanem cselekedni, aki vezetésével új honfoglalás keretében a nemzeti eszme indul győzelemre a nemzetközi hazugságok ellen, akinek erős keze és hatalma örködik, hogy sokat szenvedett nemzetünk hajóját zátonyra ne vezethessék. Horthy tehát ezzel a növekvő hírnével járta, leggyakrabban külön vonatával, az országot, és minden városban föl lobogozott állomásra fogadták, és minden városban elmondta hasonló szövegezésű beszédét, és minden városban dalolták a különböző nótákat, amikből már azt hiszem épp elegetek van, meg a különböző mondókákat, mint például, hogy nem kell nekünk bolseviki, azt üzeni Horthy Miki, magyar azért katonája, darutolas a sapkája, hej. Szóval az image az alakult szépen. Tele voltunk kétségekkel az elmúlt időszakban, most azonban mindannyian úgy érezzük, önök is érezhetik ezt, hogy egy győztes csapathoz tartozunk. Tehát korábban egy megbélyegzett, kiszorított, kritizált országból hirtelen Magyarország és az a politika, amit mi folytatunk, az a győztesek politikája lett. És Horthy azt is egyértelművé tette, hogy az ő uralma alatt rend lesz, de olyan rend, mindenekelőtt Károly Mihály és Kumbéla híveit ő szavaival a Cezaromániába esett söpredék zsidóságot kell kikergetni Budapestről, hogy az ezer jelszóval agyon agitált lakosság nyugvó pontra juthasson. Szóval... A magyar zsidó együttélés kérdésében valamiféle történelmi fordulatra van szükség. És ennek egyében így köszöntötte az ország fővárosát november 16-ai bevonulása alkalmából. Eljeles eseményen tartott ünnepi beszédét most hallgassuk is meg Koltai Gábor a Kormányzó című filmjének földolgozásában. Hát rám is akad végre valami a míves magyar beszédből. Gyűlöltük és átkoztuk Budapestet, mert nem azokat láttuk benne, akik szenvedtek, akik mártírok lettek, hanem az országnak itt összefolyt piszkát. Szerettük, becéztük ezt a várost, amely az elmúlt évben a nemzet megrontója lett. Tetemre hívom itt a Duna partján a magyar fővárost. Ez a város megtagadta ezer éves múltját. Ez a város sárba tiporta koronáját, nemzeti színeit és vörös rongyokba öltözött. Ez a város börtönbe vetette, kiüldözte a hazából annak legjobbjait, és egy év alatt elprédálta összes javainkat.
De minél jobban közeledtünk, annál jobban leolvadt szívünkről a jég, és készek vagyunk megbocsátani. Megbocsátunk akkor, hogyha ez a megtévejedett város visszatér megint hazájához, szívéből, lelkéből szeretni fogja a rögöt, amelyben őseink csontjai porladoznak, szeretni azt a rögöt, amelyet verítékes homlokkal munkálnak falusi testvéreink, szeretni a koronát, a dupla keresztet. Na, ő aztán tütőn nem adott volna egy lyukas pengőt se a 3-as metró felújítására. Persze lehet, hogy mégis, hisz az igazi magyar úr, a becsületes elöljáró tud méltányos is lenni, csak a megtévejedettekkel szemben kérelhetetlen. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some, I assume, are good people. De a többségük rossz, és ők megkapják kiérdemelt büntetésük, hisz a meggyilkolt apák és megbecstelenített lányok emléke revansért kiált, és ki kell írtanunk minden mérget a nemzet lelkéből, ehhez pedig erős kormányzóra van szükség. És ez az erős kormányzó, azt hiszem ezek után teljesen egyértelmű, kizárólag a nemzetmentő becsületes rendkívüli kőszikla horgony igazi magyar új honfoglaló Horthy Miklós lehet. Ő az egyetlen, aki képes ezt az agyongyötört nemzetet újra nagyját tenni. Az egyetlen, aki be tudja váltani az ígéretet, hogy... Lesz, csak azért is lesz, ez az ország újra csak a miénk lesz. Mert akárhogy is verszengednek, acsarkodnak, hetlenkednek, erről majd a magyar virtus tesz. És a magyar virtus, azaz az ország, elnézést, akkor van természetesen nemzetgyűlés, Horthy katonáinak felügyelete, mármint hogy védelme mellett, nem habozott, hanem tett. 1920. március 1-én Horthy Miklóst, aki egy évvel azelőtt még a politikába csak néha-néha belekapó, katonai celeb volt, számtalan bel- és külpolitikai egybeesés és helyezkedés, intenzív és végletekig ízléstelen kultuszépítés és kérelhetetlen rendpárti föllépés eredményeképpen Magyarország kormányzójává választották. És nem kellett sokat várni kormányzóságának első dicsőséges tettére. Az általa kinevezett kormány alig 3 hónappal Horthy kormányzóvá választása után 1920. június 4-én aláírta a trianoni békediktátumot. Honvéd banda, szóla, Stefáni, szóla, Stefánia. Itt a komplis, jó lett betálni, jó lett betálni ám. És ezzel Vitéz nagybányai Horthy Miklós mindent beragyogó kormányzóságának égisze alatt megkezdődhetett a 10 éven át a miniszterelnöki pozíciót betöltő Bethlen István gróf nevéhez kötött konszolidáció, amit egyesek Magyarország virágkorának, mások a 3 millió koldus országának szoktak nevezni. Hogy ez mennyire volt virágkor, abba ennek az adásnak a keretében már nem fogok belemenni, így is már elég sokáig fárasztottalak titeket. Minden esetre a tagadhatatlan politikai kvalitású Bethlen miniszterelnök úr gondolatai már önmagában sokat elmondanak a korszakról. A nép zöme alkalmatlan arra, hogy helyesen hasznosítsa a választójogot, az úr hivatva van elmaradt faját nevelni, tanítani, istápolni. A falu józan népe nem akar illetéktelenül nagy befolyást az ország kormányzására. Horthy Miklós tehát innentől kezdve, miután eleget tett nemzete hívásának a válságos időkben, jól végezve dolgát, hátradőlt a budai várban, ahova természetesen rögtön kormányzóvá választása után beköltözött, Bethlenre bízta a kormányzást, és élvezte nemzetmentőből országépítővé avanzsált megszolgált titulusát. Kormányzóságának mérlege viszont már hatalomra kerülésének történetéből is látszik. 1919-ben azoknak a politikai erőknek állt az élére, amelyek a lehető legtévesebben értelmezték a világháború, a monarchia szétesésének és Magyarország szétdarabolásának sokját, és ezekből a lehető legkárosabb következtetéseket vonták le. Maga Horthy többször is hangot adott azon nézetének, hogy a monarchia azért esett szét, mert túl gyenge kezvek voltak a vezetők, és nem léptek föl elég erélyesen az egyre nagyobb teret nyerő szocialisták és különböző nemzetiségi mozgolódások szervezkedések ellen.
Nem azt vette észre, hogy súlyos az egyenlőtlenség a társadalmi osztályok között, és hogy súlyos az egyenlőtlenség a Kárpát-medencét lakó népek között, hanem pusztán azt, hogy vannak, akik ezt szóvá teszik, és hogy képzelik, hogy fel akarják forgatni a mindenkinek ért a keresztény magyar arisztokrácia és polgárság vagyonos fehér férfi tagjainak, szóval a mindenkinek jó társadalmi berendezkedést. A megoldás tehát nem ezeknek az egyenlőtlenségeknek az enyhítésében, hanem az egyenlőtlenségek miatt elégedetlenkedők megregulázásában látta. És erre épült később a rendszere is. Lehet látni, hogy ha rájuk megyünk, meg nyomás alatt tartjuk őket, akkor hibáznak. Horthy Miklós az első világháború után azoknak az élére löködött, akik minden önreflexió és minden korábbi hibákat orvosolni próbáló kezdeményezés ellen voltak. Azoknak az összefogó ereje lett, akik a bosszút és a sérelmek megtorlását látták a legfőbb feladatnak, a társadalom legrosszabb és legkárosabb reflexei által sodorva, azokba kapaszkodva és azokat gerjesztve vált kormányzóvá, és később kormányzósága alatt is végig ezeket erősítette és tüzelte szintelen propagandával a nacionalizmust, a kirekesztést, a rasszizmust, az antiszemitizmust, a militarizmust, az erőszakot. Soha nem volt szilárd ideológiája, ezért azt, hogy mennyire volt szélsőséges és mennyire konzervatív, az döntötte el, hogy melyik volt épp népszerűbb, és hogy mennyire érzékelte éppen úgy, hogy vészesen megszaporodtak a társadalmat káoszba dönteni kívánó, elégedetlenkedő elemek. 1919-ben, amikor belépett a politikai színtérre, a gömbös féle szélsőséges MOVE állt hozzá a legközelebb, és a szilárd pozícióját a nacionalista és fajvédő militaristákból gründolt nemzeti hadsereg alapozta meg. Amikor aztán már bent ült a megtévedett Budapest melegében, és úgy tűnt, hogy minden jól megy, akkor a konzervatív Bethlen felé kezdett tolódni, és a szélsőségeseket tehernek és fölforgatóknak kezdte látni. Híres mondása szerint... Ebben az országban rendnek kell lennie, és én rendet fogok tartani. A rendetlenkedőkbe belelövetek, s ha a rendetlenség jobb oldalról történik, számra a különbség csak annyi, hogy ezekbe fájó szívvel fogok belelövetni. Míg egy esetleg bal oldalról jövő rendetlenkedésbe, passzióval. Hát ez igazán megnyugtató, végre egy elfoglatlan vezető, aki felszámolja a balos-jobbos megosztottságot, és egységesen belelövet mindenkibe, aki az útját állja. Ez a hintázás a jobb és a széljobb között egész kormányzóságát jellemezte, leginkább a válságos helyzetekben. A 30-as években, amikor a gazdasági világválság fölszínre hozta a társadalmi elégedetlenséget, és 1938 után, amikor Hitler és a náci Németország elkezdett agresszívan terjeszkedni. Döntéseit, illetve leginkább döntései elmaradását azt határozta meg, hogy éppen konzervatívabb vagy fasisztább hangulatban volt. Hatalomra kerülését is az jellemezte, ami kormányzóságát. Arra a nacionalista, kirekesztő indulat hullámra ült föl, ami az első világháború után végigsöpört az országon, ennek az indulat hullámnak lett a fő alakja, vezetője és tartósítója. Nem alakította az eseményeket, de ebben a formában azok mégse tudtak volna megtörténni nélküle. Amikor aztán új szelek támadtak, és a hullám hol elült, hol kezeletetlenül viharos lett, akkor tervetlenül pottyant a vízbe. És persze csobbanása és merülése tovább gerjesztette az indulatokat. És gerjeszti ma is ugyanúgy. 1993. szeptember 4-én Kenderesen, Horthy Miklós szülőfalujában és egykori birtokán temették újra az 1957-ben portugáliai számüzetésben meghalt volt kormányzó, hazaszállított földi maradványait. Szép temetés. Nagyon szép. Megmondom, hogy nagyon szép. Sokan beszéltek, és minden beszéd végén taps volt. Hát temetés. Ez a temetés egy nemzeti demonstráció. Nem történelmi értékelés, hanem a magyar történelem folyamatosságának kegyelettes megünneplése. Politikai jelentőséggel bír, hogy ez a sok ezer ember, aki ide eljött, kinyilvánítja azt az akaratát, hogy a magyar történelmet teljes egészében az ezer éves folytonossággal együtt kell felvállalnunk. Sokan voltak, sokan. Sokkal többen lettek volna, csak még nem érkeztek meg a Donkanyarból, tudod? A temetésből nem csak Hoffi Géza csinált viccet, illetve viccet végül is egyedül ő csinált, na de kritika az érte minden oldalról gazdagon. Leszámítva az akkori kormány oldalt. Horthy Miklóst magyar hazafinak tartom,
történelmi és politikai szerepének a megítélése, az nem csak a történészek feladata, hanem a nemzet folytonosságában és a nemzet tudatában is tisztességgel el kell helyezni. Igen, Antal József akkori miniszterelnök és a kormányzó MDF párt egyértelműen kiállt Horthy Miklós rehabilitációja mellett, amivel megágyaztak a Horthy rendszer bűneinek relativizálása. Ki akarja relativizálni a bűnöket? Egyáltalán nem akarjuk relativizálni. Semmilyen bűn nem relativizálható. Aha, jó, értem. Jó, akkor egyezünk ki abban, hogy a nemzet tudatában való tisztességes elhelyezése mellett. Azért persze próbáltak óvatoskodni, hogy a magyar politikai elit mennyire beszari volt már akkor is. Jól jelzi, hogy a kormányzó úr magyar földben való tisztességes elhelyezésén a kormánypártjai hangsúlyozták, hogy nem kormánytagként, hanem magánemberként vesznek csupán részt. A búcsúztatáson a kormány számos tagja magánemberként vett részt. Így Boros Péter, Fűr Lajos, Súrján László, Balsai István, Kádár Béla, Szabó Tamás és Kis Gyula miniszterek. Antal József kormányfő képviseletében felesége és fia jelent meg. És az a sok magánember, magánember magántestőrökkel, állami kocsival, szóval szuper volt, szuper, szép volt. Az országot élesen megosztotta Horthy Miklós újratemetése. A baloldali politikusok és értelmiségek még ellen újratemetést is rendeztek. A beszédek közt olyan versidézetek, illetve tanulmányrészletek hangzottak el, amelyek a Horthy korszakot részleteiben vagy egészében minősítették. A zsidó kérdésről, a cigány kérdésről, az arisztokrácia, klérus és az uralkodó osztályok, illetve a dolgozó osztályok ellentétéről. Farkasházi Tivadar nagy tapsot kiváltó mondata szerint politikai gyűlésen ilyen eső utoljára 1848. március 15-én volt. Ez nem új a magyar történelemben. Átéltük már. Átéltünk Károlyit, Kumbélát, Rákosit, mindenkit átéltük. Persze az országot nyilván nem maga a temetés, hanem Horthy Miklós személye osztotta meg. Ezzel együtt a megbékélésre, vagy hát valami ilyesmire is történtek próbálkozások. Talán oda kellene figyelni a kis Horthyra, ha már annyira tetszik az apja. Meg a nagyapja. Ő mondta azt, hogy most már fel kellene ébredni. Mi, akik ma itt vagyunk, forduljunk azok felé, a honfitársaink felé, akik ma nincsenek itt azért, mert nagyapám történelmi szerepét illetően eltér az ő értelmezésük a miénktől. Szeretném őket szeretettel és kölcsönös megbocsátással belevonni érzéseinkbe, hazánk újra felépítésével kapcsolatban. Inkább azokra a lehetőségekre gondolva, amit a jövő tartogat, mint a múlt szerencsétlenségeire. Horthy Miklós olyan volt nekünk ott a rendszerváltás bíbor hajnalán, mint az elfeledett gumicsont. Amíg nem volt előttünk, meg voltunk nélküle. De ahogy újra előkerült, hirtelen mindenkiben pavlovi reflexeket váltott ki, és azonnal ráharapott. Most a zsinókat se bántotta, minden ember felkarolt. Nem igaz? Megérdemli, hogy hazahozzák a szent magyar földre, és ez a kívánsága volt, hogy hazahozzák. Kíváncsiak voltunk, a diákok miért érezték fontosnak, hogy Horthy Miklós mellett tüntessenek. A kollégiumnak volt a tanulója, azért is van kint a szobra. És mi ezért is védjük meg, mert így összetartóak vagyunk, erről híres a refi. De tudtok még Horthyról valamit? Hát, most így fejből nem ugrik be semmi. Nem csak neki nem ugrott be. Arról nem tudunk, itt a szervezők jobban tudnak róla. Mit tudtok róla? Mit tudsz róla? Én sem élnék, ha akkor Horthy nem vonul be. Én sem. Elnézést, megkérdezhetjük, hogy mit gondol, hogy kit szimbolizál, vagy ő micsoda? Hát nem igazán tudom, de a ló azt tetszik. Ez a gumicsont maga Horthy Miklós, mert hogy ő maga sem volt ennél sokkal több. Horthy, ahogy hatalomra kerülése idején, úgy ma sem több, mint egy vetítőfelület, amire milliók vágyai és indulatai tudtak rávetítődni. Egy hangulat, amiben egy egész ország gárgyult és gárgyul ma is bele, amivel más nemzetiségűek, vallásúak, gondolkodásúak elnyomását igazolták, és igazolják ma is. Valahol Horthy újratemetésének környékén kezdett nyilvánvalóvá válni, hogy hol húzódik a legélesebb törésvonal a magyar társadalomban.
Egyesek szerint a nemzet egy mindent fölülíró cél, és ennek oltárán korlátozhatóak, sérthetőek, és elvehetőek azoknak a jogai, és akár az élete is, akik ebből az önkényes közösségből valami miatt kirekesztődtek. Míg mások úgy vélik, hogy önmagában és önmagáért nem létezik ez a kirekesztő nemzetfogalom, hanem családunkkal, rokonainkkal, barátainkkal és üzletfeleinkkel, közelebbi és távolabbi szomszédainkkal, nagyobb és kisebb közösségeket létrehozva, nekünk kell folyamatos munkával, folyamatosan újra gondolva, újra értelmezve és újra rajzolva határait létrehoznunk. Azt a közös országot, amelynek mindenki a tagja, akivel a sors összesodor minket, és amely nem egy elvont fogalom, elvont és bármire kifogásként használható érdekekkel, hanem egy valós közösség, amelyben mindenki szempontja számít, és amelyben minden jelenlegi és jövőbeni tag, tehát minden ember egyenlő jogokkal, méltósággal és szóban rendelkezik. Nagyon köszi a figyelmet, ez volt erre a hétre a Slejm, a torkolgat politika. Mindenképpen lájkold ezt a videót, oszd meg az ismerőseidnek, iratkozz fel a csatornára, vagy ha van kérdésed, vagy bármilyen gondolatod az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor egy komment formájában oszd meg itt a videó alatt velem, és akkor fogunk tudni majd vitázni. Ha eddig még nem tetted meg, akkor lájkold a Facebook oldalunkat, keresd minket Tumblr-ön, Instagramon, vagy kérdezz egyenesen Ask FM-en. Ha szeretnéd, hogy folytassuk a munkánkat és további videókat csináljunk neked, akkor támogasd a munkánkat havi 5 dollárnak megfelelő magyar forinttal a patreon.com/slejmshow felületen. Vagy ha ennél több pénzt szállnál a működésünkre, akkor szintén ezt megteheted, és cserébe különböző ajándékokkal halmozunk el, hogy pontosan mikkel is, azt megtalálod ezen a patreon.com oldalunkon, nézd át és látni fogod, hogy egészen király cuccok is vannak. Ha pedig szeretnéd, hogy valami változzon az országban, akkor gyere és csináljunk egy közös országot a Közös Ország Klub keretein belül, közösországklub@gmail.com, ide várjuk a jelentkezésedet, és ha eldobod ezt az e-mailt nekünk, akkor egy válasz levélbe leírjuk majd, hogy pontosan milyen lehetőséget kínálunk a közös aktivitásra. Ennyi volt mára, jövő héten találkozunk a feles keretében, addig is, ciao.